A mondás úgy tartja, hogy a szórakozott elbotlott benne, az erőszakos fegyverként használta, a vállalkozó szellemű épített belőle. A gyerekek számára játékszer volt, Dávid megölte vele Góliátot, Michelangelo csodás szobrokat faragott. Minden esetben a különbség nem a kőben volt, hanem az emberben. Nincs olyan kő az utadban, amit ne tudnál hasznodra fordítani, így van ezzel Lovas Ferencné is, aki már több éve fest szebbnél szebb alkotásokat egy-egy kőre. Szekszárdon élek, és tolnai lány vagyok, tehát a kötődésem az nagy. Talán még nosztalgikus hangulatban vagyok, mert a férjem sok épületet tervezett itt, és nagyon felemelő érzés, hogy ennek a helynek a kiállítója lehetek. A kreativitásom az évekkel ezelőtt indult. Magos koszorúkból gyártottam ajándékokat, és mindig az volt bennem, hogy mindig valami apró figyelmességgel a gyerekeket meglepjem. És akkor az első kavics találkozásom az a Gáti Mariannál a meseházba volt. Innen indult. És utána az első karácsonykor ajándékokat készítettem a gyerekeknek, de úgy indult, hogy cicafej, télapófej. Majd eltelt egy év, és az alkotó elkezdett nyitott szemmel járni. Gyűjtöttem a különböző formájú, felületű, színű kavicsokat, és ami vonzott, az épületek, a templomok, a házak alakja, a színe, és kreatívan kiszíneztem. Mondjuk két színnel kezdtem, a piros-fekete, ebből most már kifejlődtem már több színbe, és ami még ösztönzött, az a mandala, ami egy pontozásos, vagy pontozó készlettel készül, és abban még fejlődnöm kell. Egy vitrínbe látható is. Rengeteget elajándékoztam, és ami most maradt, az a kiállítási anyagom. Mert az élethelyzet változása miatt, tehát az ember nyugdíjba vonul, gyerekek kirepültek, társ elvesztése, tehát egy nagy magány rám zuhant, és a hosszú téli estéken lélek felemelő tevékenységként működtem. És ez kikapcsol. Ez mind a kreativitástól függ, mert ez vagy a témát keresem a kavicshoz, vagy meglátom a kavicsot, és ahhoz keresek témát, és akkor már gyorsan megy. Konturozom feketével, és utána színezem. Az interneten szoktam bogarászni. A gyerek, tehát kívánságra nem nagyon szeretek, mert az embernek a fantáziája mindig más. Inkább épületek, ami vonz, és amit mondtam, a bontozással fejlődnöm kell. Ez mind a fantáziám. Az adott hangulatom, lelkivilágom. Tehát valamikor az embernek van fájdalmas korszaka, valamikor öröm, kavicsok születnek, és úgy hívom, hogy szeretett kavicsok. És bárkinek adom, és látom a szemébe, hogy örül, akkor az már nekem is boldogság.